Befejeződtek a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a Pest megyei iskolák energiahatékonysági fejlesztését támogató beruházások. Az Európai Uniós forrásból megvalósult projekt átadó rendezvényét 2015. október 30-án a programban résztvevő Turai Hevesi György általános iskolában rendezték meg. Lezárult az Észak-Kelet-Pest és Nógrád megyei térségi hulladéklerakó rekultivációs projekt kivitelezése, amelyben 30 település környezeti szempontból nem biztonságos hulladéklerakóját számolták fel. A projektről 2015. október 30-án tartottak sajtótájékoztatót az Ökörtelekvölgyi Hulladékkezelő Központban. Társadalmi felelősségvállalással összegyűjtött 25 millió forintból vásárolhatott facsemetéket a tavalyi jégkár által sújtott erdőterületek helyreállítására a Pilisi Parkerdő ZRT. A csemeteültetés 2015. november 3-án a parkerdőhöz tartozó Valkói erdészet területén hivatalos rendezvénnyel indult. 2015. november 5-én nyitották meg Tari Ildikó festőművész Álomszép fényutakon című jubileumi kiállítását Csömörön a Petőfi Sándor művelődési házban. A tárlaton a festmények mellett a művész PowerPoint technikával készült alkotásait is megtekinthetik a látogatók.